Nagyon nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntelek benneteket. Itt az egynapos megpróbáltatásaitoknak a vége felé. Hogy miről is próbálnék most beszélni nektek, próbáltam beleérezni abba, hogy milyen lehet ez. Én egy évvel ezelőtt májusban voltam itt először, felszálltam erre az M-vonatra, és nem egy napossal kezdtem, hanem egy kezdő elvonulással, ami gyakorlatilag egy kicsit hosszabban, mert az esti programok is vannak, de az egy naposnak a protokollja szerint zajlik, de 3 nap egymás után. És jó karmámnak köszönhetően most volt szerencsém úgy itt lenni 3 egymás utáni egynaposon, hogy a csapatok váltották egymást, és így figyeltem a résztvevőket, és figyeltem, hogy mi történik velük kívül, belül, és milyen érzések, küzdések, testi szinten, lelki szinten, amik zajlanak. És az a konklúzió született bennem, hogy az egynapos zen, persze fogékonyság függvényében, de éppen csak egy pici fűszer a zenből. Tehát, hogy minden csoportnál a nap végére érkezett meg oda a társaság, hogy kezdte megérteni, hogy a sok szabály az céllal van, ha szólnak valamiért, az nem csak, hogy okkal van, de értünk van, önmagukat szolgálja, és hogy nekem nagyon könnyű volt erre a zen vonatra úgy felszállni, hogy a második nap már azt éreztem, hogy juhú, a harmadik nap pedig, hogy megérkeztem, és pityeregve mondtam azt a hogy vagy kör végén, hogy hazaérkeztem. Amiben így az egynaposok során nem nagyon kaptok betekintést, az az, hogy mitől és hogyan működik ez a szanga. Hiszen mi végezzük itt bent a gyakorlatot, elénk teszik a finom ételt, amiről most már annyit tudtok, hogy megterem kint a kertben, de hogy mi is az érték, mi a minta és mi a mintakövetés, azt most így a saját bőrömön tapasztaltam meg. Hiszen dharma tanítóként voltam már itt segíteni, de úgy, hogy a megértő, támogató instrukciók és segítségek, amit a többiektől kaptam, azokon kívül tulajdonképpen egyedül vittem a napokat, ez volt az első alkalom. És rájöttem arra, hogy én tudok mintakövető lenni, amikor összerezgek azzal, hogy az a minta jó. És amikor ide jöttök, az egynapos során is megtapasztaljátok, hogy ez a minta jó. Hiszen ha csak pillanatokra is, de tisztult a tudat, letettetek valamit, felismertetek valamit. És hogy mintaadónak azért elég húzós feladat lenni. És beleéreztem abba is, hogy milyen lehetett ez Szunimnak, hogy ezt így felépítette. És milyen lehetett Szungszán Zen mesternek. Tehát amikor ez a folyamat elindult, aminek következtében mi most itt ülhetünk, akkor biztos ismeritek azt a mondást, hogy nehéz idők erős embereket szülnek. Erős emberek könnyű időket, vagy könnyű életet teremtenek. A könnyű élet nehéz embereket, és a nehéz emberek rossz időket teremtenek. Tehát Szungszán Zen mester akkor kezdte a tant úgy továbbadni, hogy a világ lehetőleg minél több pontján élő és gyakorolható legyen, amikor kvázi még úgy tűnt, hogy jó időket, könnyű időket élünk. És sokan mondtátok azt így az első körben, hogy
illúzióvesztés, projekcióktól szeretnétek megszabadulni. Ha egy kicsit így elmélyedünk abban, hogy az a világ, ami körülvesz minket, az is egy ilyen illúzióvilág. Elfogadjuk, hogy a pénz hatalma mindent fölülír. Elfogadjuk, hogy egy bankok által nyomtatott papírfecni, az tud inflálódni, és hogy itt most nagyon nehéz idők jönnek, akkor lehet, hogy fölülünk a félelem vonatra. Én azt gondolom, helyette üljünk fel az M vonatra, mert amit tanulhattok, és amiért azt mondtam, hogy mi működik itt, amit nem látunk az egynaposon. Ez a hely hála nagyon sok ember munkájának, olyan mintát ad, és olyan követhető értéket, ami a társadalmunkban jelenleg nincs, hiszen a több generációs családmodellek megszűntek. És itt élik, és élhetjük mi is azt a modellt, amikor ugyan ezek nem több generációk, bár most már tényleg az a tapasztalat, hogy a 20 évesek, meg jönnek a gyerekek is, meg most már gyerektábor is lesz, és jönnek az idősebbek is, tehát hogy azért a generációk is nagyon szépen jelen vannak, de hogy női körök, férfi körök, a férfiak, a férfi munkát, a férfi létet, az együttműködést, a kerttől, az elvonulásokon, amikor van munkaperiódus, a fűnyírástól az építkezésig mindenütt gyakorolják, amikor nem azt kell megmutatni, hogy ki vagyok én, hanem mit érünk el együtt, és mennyivel egyszerűbb együttműködni, mennyivel egyszerűbb egy olyan világban élni, ahol minden feladatra van valaki, aki azt elvégzi. A kertész kap segítőt, a konyhában is ugyanezt történik. Van, aki kitakarít, van, aki kimossa az ágyneműt. És hogy tulajdonképpen rajtunk múlik, hogy a darmával együtt ezt a tanulást és ezt a tapasztalást is kivisszük-e a világunkba. Még egy nagyon számomra fontos az értékadáshoz kapcsolódó dolog, hogy itt van köztünk Sunim, aki a zennel és a darmával, a tanítással kapcsolatosan olyan értékeket tett le, és tesz le nap mint nap, ami előtt így önmagában is süvegelünk. De hogy ő hozott egy olyan döntést, hogy családot alapít. És itt a zenben nem csak azt tanulhatjuk meg egy szerzetestől, hogy mi a dharma, amikor önfejlődni akarunk, gyógyulni akarunk, karmát letenni akarunk, hanem azt is, hogy hogyan lehet valaki egyszerre apát, apa, és családfő, és csodálatos férj, és ugyan nem tud itt lenni velünk Anett, egy nagyon gyönyörű gyümölcsöt ringatva a karjában, de hogy ehhez kellett az anya, és az a női minőség, és az a vállalás, hogy ő, mint nő, feladta a civil életét. És a mi bukdácsolásunkkal és fejlődésünkkel ebben a szangában egy ilyen állandó jövés-menés van. Emberek, sorsok. És hogy ő bejött ide, és egy olyan tyúkanyó minőséget képviselt, és most már anya minőséget is képvisel, ami mindannyiunk számára tudja azt az élményt adni, hogy van mihez kapcsolódni. Tehát, hogy vannak olyan párkapcsolatok, és vannak olyan értékek, amiből
amikor esetleg mi még ezzel nem rendelkezünk, mert bukdácsolunk valamivel. Van ehhez az energiához erőnk kapcsolódni, akkor nem csak abból lehet töltekezni, hogy megtisztultunk,